hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt nem más, mint a Troy a Saga epizódok második darabja. Továbbra sem kötlen egyen a játék, de ezt az Odysseus-t, ezt azért végigviszem szerintem. Vagy legalábbis addig viszem, amíg számomra szórakoztató tud lenni. Ugyanis megkaptam tesztre a Furious Wide DLC-t a Three Kingdomshoz. És a Three Kingdoms számomra abszolút nem volt szórakoztató semmilyen téren sem, úgyhogy összesen eddig 13 órát sikerült raknom a játékba. Úgyhogy úgy fogok nekivágni holnap a délelőtt a tesztelésnek. Sajnos 28-áig ugye nem adhatok belőle infót, úgyhogy 28-án már megpróbálok esetleg egy rövidebb streamet hozni belőle, ha a szolgáltató is úgy akarja. És akkor az egyből az embargó lejártával egyből fel is tud kerülni. Na viszont nézzük meg, hogy Ödi bácsi hol jár, mert Ödi bácsi most eléggé nagy terveket szöveget. Most jelenleg rájöttem, hogy a saját területemet védelem. Úgyhogy szépen menjünk át az ellenséges területre és inkább raideljük azt. Majd a következő körben. Annyi, hogy ezt a támogató sereget idehozom még. Ezt a támogató sereget idehozom. Most levettem a fülesfüst, hogy lehet, hogy megváltozott a hangom. Na most... ugye mondtam múltkor, hogy kettő fajta misszió van a játékban. Ugye vannak az epic missionök, amik elvezetnek minket a homéroszi történetszálhoz, illetve vannak a klasszikus Total War missionök, amiket itt nem tudom, hogy ki ad, vagy ki nem ad. Itt maguktól jelennek meg. Gondolom ilyen államérdek szinten, tehát az, hogy legyen két vazallusom, meg mindenféle, ezek a szabvány küldik, hogy legyen 20 egységes sereged, meg ilyesmi. De az epic küldik, azok érdekesebbek. Ott például olyanok vannak, hogy küldj egy kémet ide. Bár ilyet is láttunk korábban, hogy ügynököt kellett küldeni, mondjuk diplomatát mondjuk egy adott régióba, de ilyen, hogy mondjuk egy kémet egy adott területre mozgatni, ilyet korábban nem hiszem, hogy beleraktak volna a játékba. Ha csak a Three Kingdomsban nincs, de én ott nem vettem észre. Na most ezt a múltkori videóban láttátok, hogy ezt a területet szeretném én elfoglalni, mert ez egy eléggé jelentős város. Viszont... tehát ez a kulcsa ennek a területnek. Viszont elég nagy sereg védi, meg van egy 9-es helyőrsége. Meg itt van még egy ellenséges frakció, de ők nem tudom, hogy meg fognak-e mozdulni mostanában. Mert akkor még tulajdonképpen megint visszajött a szó. Szóval Odysseusnál a lényeg az tényleg az, hogy urald a partvidéket. Urald végig, le egészen, talán még a Spárta déli területeig is. Ha csak nem Spárta vonul be előbb ezekre a peloponészoszi területekre. És akkor kapsz egy csomó bónuszt az akhályokkal. Legalábbis én úgy vettem észre, hogy van egy csomó bónuszunk. Például ez a Pillar of the Achaeans. Na most... Ez örök, ha jól látom. Tehát ahol szám van, ugye az nem jár le. Jó, hát igen, meg ugye alapból is az Itaka királya az kap 5%-ot az akhályokkal szemben. Vagy hát velük kapcsolatban, diplomáciai kapcsolat. A trójaiak talán minusz 10, tehát föl van ez építve, vagy megpróbálták összerakni ezt a rendszert, csak hát nem feltétlenül sikerült szerintem. Na nézzük meg, hogy mit lép az enemy, aztán akkor menjünk. Ostromoljuk meg ezt a várat. Bár ostromot már láttatok szerintem tőlem.
talán az egyik streamben volt. Igen, ez az egyik legidegesítőbb része a játéknak, hogy nem lehet egyszerűen, nem igaz bazzak, hogy ilyenkor. Na, elnézést a kitekintésért. Tehát, hát ezt nem hiszem el. Jó, talán nem hallatszott be annyira. Jó, egy kicsit várunk, jó? Elnézést, tudom, hogy ez felvett videó, de hát ez van. Nem tudok úgy videózni egyszerűen, hogy valami ne hallatszódjon bele. Jó, szóval ez a legidegesítőbb része. Mint mondtam, ez azért idegesítő, mert állandóan megtalálnak. És minél beljebb vagy úgymond a térképen, mert ugye itt a periférián vagyunk, ha megnézitek. Tehát nem is lehet rendesen kiközelíteni a térképet. Tehát nem tudjátok már itt oldalra nyomni, ha így kiközelítitek. Itt még tudjátok. Mondjuk jó, ez eleve azért nem igaz, hogy minden megtalálom, amikor bekapcsolom az OBS-t. Nem hiszitek el, de amikor elindítom és elkezdek beszélni, akkor rájön ilyen tüsszögő roham, mindenféle zajó, minden van, hát itt már minden van. Na, szóval visszatérve. Mindenki megtalál titeket majd. Ilyen fasságokkal, de csak hogy kunyiráljanak. És egy idő után még megpróbálod a counter-offerekkel ugye elvenni az élét ezeknek, hogy legalább, hogyha már megszakította a játékmenetet, akkor kigyere belőle, de nem fogsz tudni kijönni belőle. Egy idő után unalmassá válik, és csak nyomod a deathline-okat, és nézzetek meg, mit csinál. És hogy tudta megtámadni a hátsó seregemet? Jó, hát... Ez azért rohadt, ha itt meg békét kérnek. Most de csak úgy hajlandok békét kötni, ha mi adunk 6000 fát. És egy elég erős frakcióról van szó egyébként. 17-es az erejük, mert mi vagyunk a 8-as. Ma el lehet képzelni, hogy milyen erőt képvisel az a frakció. 10 movement range, de miért? Ezt most... Na, várjatok. Pedig ez mozgásban is van, szóval ilyenek jönnek. Tehát ez nem... Olyan... Ez már nagyon régi totálbor betegség, hogy most ez miért kapott movement penaltyt, holott oda mozgatom, tehát mozgásban van folyamatosan az ügynek. Jó, most kaptunk egy olyat, hogy... Plusz 12% a tengeren való mozgásra. Sons life. Valami édész. Ez mi akar lenni? Aha, egy negatív, egy pozitív, klasszikus választás. Látjátok, itt is az van, hogy az akályokkal szemben diplomáciai előnyt akarunk, akkor mínusz 5% boldogság, vagy mínusz 5-ös boldogság. Vagy ugye növekedés, kevesebb építési költség, vagy lemondunk a diplomát, sőt, hát... Ja, hát ugye itt ez nagy. Ez nagy dilemma, de mi válasszuk ezt, és engem annyira nem érdekel ez az egész, hogy itt most mélyen belemenjek. Swift as a shadow. Most, hogyha minden igaz, akkor azt választottam. Jó, de ez csak 10 körig tart. Viszont az Akhály módosítót ugye meg kell, hogy kapjam végleg. Úgyhogy ilyenekre érdemes figyelni, hogy mit választasz. Mert azért jó lesz az Akhály módosító, amikor már
azért nem kötök békét azzal az északi partvidéki királysággal, vagy városállam, vagy nem tudom mi akar lenni. Mert... Victory awaits. Ez milyen egységei lehet? That is beyond me. Hol lenne lát? Mindegy, ez be... Most megpróbálom azt, hogy hol tudott átmenni. Tehát az úgy meg tudta kerülni Odysseus, hogy Odysseusnak nincs ilyen feltartóztató ereje. Vagy ez mitől lehet? Immune campaign movement. Aha, lehet, hogy fosztogatni kéne. Hát fosztogassunk, azt csak bekapja a csalit. Idehozzuk még ezt a hatos sereget. És ugye most van itt egy safe haven, úgyhogy elvileg tudok felvenni egységeket. Ugye, ennek a... ennek az épületnek köszönhetően. Ami nem tetszik az az, hogy ezek a safe haven-ök, ezek ugyanazokat az egységeket fogják adni, mint amikkel alapból is rendelkezünk. Tehát azért itt ezt kicsit átvariáltam volna. Vagy lehet, hogy csak én gondolom rosszul, de egy kicsit nekem ez ilyen sablonos lett. Ezzel a kémmel megpróbálok itt végigmenni a partvidéken. Ugye mutatja, hogy hol vannak a városok, úgyhogy nagy gondot nem fog okozni. Itt ez egy lakatlan terület szinte végig. A hegyvonulat, tehát itt kezdődik, itt van egy város, itt fölül, itt északon már nincsenek is, vagy északabbra nincsenek is városok. Csak ez az egy kis város, és akkor így jövünk lefelé. Nekem ez a partvidék fog kelleni, hogy stabilizáljam, meg végleg tudjak egy legalább 2-20-as haderőt felállítani, azt mehessünk Trója ellen. Ha egyáltalán ebben a játékban lesz lehetőségem Trója ellen menni. Mert hogy hallottam eléggé elborult kampány szálakat, már olyan értelemben, hogy nálam is volt olyan, hogy Párizs már ugye támadta Athént, úgyhogy mindent elbírok képzelni. Oké, ez is megvan, akkor menjünk tovább. Ugye ezzel, látjátok itt például, ezzel a királyi dekrétummal lehet ellensúlyozni azt a... ezt a Wars Inevitable Marchot. Tehát hogyha véletlenül, de az 9 körig tart, még ez meg 7 kör alatt lenne meg. De itt lehetne ellensúlyozni. De ez all civil. Ez meg az all building. All army units. Ja nem, bocsánat, összekevertem. Egy másik... Nem, valamelyik másikra gondoltam. Azt hiszem, nem. Hát végül is ez se rossz, mert ez meg a médium gyalogságra fejti ki hatását. Ez a nehéz gyalogságra. Hát a kettő közül tehát itt amelyiket használod, arra kell menni. Aztán mi ez? All military buildings, meg all military, all army units. Hát ja. Aha. Hát nem tudom, ezek annyira nem mérvadóak egyébként számomra ezek a dekrétumok. Tehát teljesen súlytalannak érzem ezt is. Az egész játékot súlytalannak érzem igazából, szóval nem tudom komolyan venni. Jó, már ezt többször kifejtettem, hogy a játék előtt, vagy a megjelenés előtt se vettem komolyan a játékot. Mert általában azt tudjuk, hogy... hogyha egy brit fejlesztő stúdió ilyen mitologizált dolgokhoz, meg ilyen ókori kutatásokhoz nyúl, akkor abból eddig jó, még nem nagyon sült ki. Mert ugye még bennem komolyan mondom, szerintem lelki traumát okozott a Rome 2 tesztudója, meg a hajócsatái, meg pláne, szóval ugye itt szabadon engedhették a fantáziájukat a célnak a kreatív emberei. Hát sikerült nekik, de magát a játékot ez az egész vonal ugye súlytalanná változtatta. Mert az, hogy továbbra... Tehát nem tudom, tehát az, hogy semmi újdonság nincs a játékban. Az, hogy most nem a kereskedelemben kell operálnunk ezekkel a nyersanyagokkal, az annyira, a számomra nem olyan nagy újdonság, mert az, hogy ezt is elmondtam többször, hogy a Total War életében lehet, hogy újdonságként hat ez, hogy nyersanyagok vannak most. De hát könyörgöm, hát azért ez nem így kéne ennek működni. Hát mi, most nyersanyag? Ugyanúgy megtermelem, meg ugyanúgy kirabolom, ugyanúgy
Annyi, hogy most az aranyat szétosztották öt részre. És abban még az arany maradt egy rész. Most ennyi. Ugyanúgy kell menedzselni, mint bármit. Most többet lehet kunyerálni. Hát kell is, hát... Hektorral, Pyramisztól simán kértem 10 000 gabonát. És adja. Tehát... Hát persze, ameddig ugye végrehajtjuk a fasságait. Úgyhogy nem egy nagy vasszis lesz az egész. Ez konkrétan, ez a legsúlytalanabb része. Tehát ezt lehet etek fának nevezni, meg ez így jól néz ki, hogy itt fa, meg kő, meg gabona, meg bronz, meg az arany, ugye? Az öt fő nyersanyagra épül a kutatási fa. De mondom, tehát ennél, hogyha ezek nem lennének, ezt nézzük meg, 80-at ad ez. Ez 80 követ ad. Mennyink van? Plusz 159-ünk jön be így is. Tehát hogyha, és még diplomáciában elvesztünk, ja bocs, 319 jön be. Akkor most vonjátok le a 80-at, aztán meglátjátok, hogy mennyi értelme van ennek. Mert ugye a kampány elején van értelme, hogy a semmiből termelődik bizonyos mennyiségű nyersanyag, mert ugye azért azt lássuk be, hogy a végtelen mennyiséget sose fogunk termelni. Meg ugye azt hiszem az arany az depozitként működik, tehát úgy értem, hogy megvan egy érték, amennyit ki lehet az adott városból szedni, nem? Mind itt. Hogy 1752-t lehet kiszedni. És az csökken, elvileg, ha jól értelmeztem. Ez mi akar lenni itt? Altis. Dense Forest. És ez, de amúgy ez micsoda? Altis. De magát a várost írja ki, de ez egy szent épület akar lenni, vagy mi ez? Ez hol mutatja, hogy ez mi? Sehol? Vagy ennek nincs is szerepe ennek az épületnek? Vagy ez csak egy amúgy is egy itt létező valami volt? Hát ez ilyen tomb, hekatomnak látszik amúgy, ilyen szent temetkezési helynek. Megnéztem a ROM 2-nél ezt a Bronze of Age-et, most promózzák a Tower Center-en, vagy hát promózzák, írtak róla a fő oldalra, hát nem tudom, hogy az mennyivel lehet jobb mindez. Nem akarok békét kötni, az a helyzet. Bár ez már egyre erősödik ez a frakció. Mert hiába Minor Power, nem, megvárjuk, míg nem kér nyersanyagot, talán akkor. Na, visszakaptuk a kört, és akkor ezzel befejezem ezt a videót. Úgy látom, hogy a diplomatám megint szintet lépett. A lehet diplomata itt ugye Envoy, ami ilyen, hát, ilyen tanácsadószerűség. Ilyen, igen, tanácsadó tulajdonképpen. Nem igaz, hogy állandóan valaminek csörögnie, vagy zúgnia, vagy... Na, mindegy, nem mondok semmit. És megint 17 egység van a seregében, úgyhogy nincs érte. Most azt csinálom, hogy szépen fölveszek még egységeket, és majd azzal megtámadom. Tehát itt most megint az lesz, hogy fölveszek egységeket, azzal rohamozok, és akkor vagy sikerül a termem, vagy nem. Itt meg végigjövök a partvidéken, megnézzük, hogy ténylegesen mi van itt. És látjátok, hogy itt kihalt partvidék, annyi, hogy... Ugye ez egy főváros itt, tehát hogyha ez a miénk, ez a sziget, egyszerűen nem lehet rákattintani. És ez csak ennyi, hogy Lefkász, meg Skeria. És ez a Lefkász, az azt sem tudom, hol van. Itt. Hát ez megint milyen tartomány? Tehát a két... 1, 2, 4, 5, 6, 8, mit tudom, hány sziget. És akkor egymástól ezt a tartományt lehetetlen védeni. Ezt a sziget tartományt. Főleg azért, mert nézzétek meg, hogy ez milyen védtelen helyen van. Főleg ez a város. És akkor itt meg bead egy olyat, hogy... Szikirosz, és ez már nem is ahhoz a tartományhoz tartozik,
Erre rá se tudok kattintani, erre se, meg erre se, meg erre se, ezt látom. Jó, tehát gondolom akkor itt lesz egy város, meg ez, és ez egy tartomány. És ez már megint egy másik. Jó, ezt mondjuk még így el tudom fogadni. Jó, meg akkor gondolom ez lesz így a harmadik, így. Na jó. Jó, érdekes, érdekes. Térkép szerkesztés szempontjából egy kicsit máshogy dolgoztam volna, bár lehet, hogy ennek van valami reális történet, vagy csak tényleg homéroszi leírásokra támaszkodtak a fejlesztők ebben a kérdésben. Jó, hát átmentünk mínuszba, úgyhogy támadjunk. Hát nem tudunk más tenni. Úgy támadunk, hogy ugye ez abszolút esélytelen így, ha így neki mennénk. Úgyhogy... Szerintem a következő körben ki fog törni. Úgyhogy 29 egységgel fogunk neki menni. 17 plusz 9-nek, 26-nak, tehát... Valószínűleg esélytelen csatának fogunk elébe nézni a következő körben. De minden esetre még egyet felveszünk egy egységet. És többet nem is tudunk. Meg még akkor vegyünk fel kardosokat így. Talán, hogy talán nem tör ki, és akkor fel is tudnám használni ezeket. Ugye most jó lenne a kém oda a városba, hogy tudjak vele valami szabotázs akciókat eszközölni, de... Majd itt visszakanyarodok ám föl. Lehet, hogy rosszul csinálta, hát igen. Nem, akkor átmegyünk itt, és akkor lehet, hogy egyszerre látjuk a két várost. Hát nem. Jó, mindegy. Azt hittem, hogy ott nem lesz erdő. És még ezt a város se láttuk meg. Jó, hát mindegy, akkor fölmegyek itt, mert itt van valami szent helyszerűség. Oké. Jó, akkor nézzük a csatát, mert szerintem nincs más hátra. Kitöre vagy nem. Lementjük, legalább meglátom, hogy... milyen egy ilyen hosszabb csata. Azt hittem, hogy... Na, viszont ilyen is van, hogy búzát, vagy hát élelmet ajánlanak fel bizonyos diplomáciai kapcsolatok cserébe. Na most már ők is látom, hogy itt már felajánlásokat tesznek, fogadjuk el. Majd ott azért fogadtam el, mert ez a kettő város, ez sokkal jobban kell nekem, mint ez a kettő város, úgyhogy sokkal jobb, kifizetődőbb ezek ellen háborúba maradni. És ők nem fognak szerintem békét kérni. Itaka, high waves. Jaj, nagyon gyakran van földrengés. Nem támadtak ki, ú, de érdekes. Nagyon gyakran van földrengés, meg ilyen mindenféle negatív módosítók. A földrengés az rohadt idegesítő, mert teljes városodat dönti romba. Általában. Igen, szerintem jól okoskodtam ezzel a lépéssel az előbb. Már azért, mert nézzétek meg, hogy sokkal célszerűbb először ezt a három tartományt birtokolni a szárazföldön, mint ezt a szinte alig védhető két szigetet. Már, mert ugye hiába szigetek, elég gyorsan tud mozgósítani. Vagy lehet mozgósítani az egységeket ugye a hajózás miatt. És ebből a szempontból ugye... Minusz 900-ban vagyunk, de az meg fog oldódni. Hát ebből a szempontból nézve sokkal kifizetődőbb lépés. Ilyen diplomáciai csavarokat alkalmazni, mint ténylegesen erőt kifejteni. Szerintem Odysseus-szel ez egyik kulcs egyébként, hogy... Aha, most kérne békét a szerencsétlen, 10 000 gabonáért. Nem. Kell nekünk az a város. Hostile agent activity. Hol? Aha, itt megpróbált egy ellen tevékenységet. Hát az assassinate az továbbra is botrány egyébként a játékban szerintem. Már olyan értelemben, hogy itt mi van? Incognito. Azért, ezt azért mondom, mert itt ez a... Ja, hát az semmi, az csak egy ikon volt a térképen. Tehát az a 10%-os assassinate
ugye le, persze lehet húzni, meg el tudom képzelni, hogy itt a görög korban, vagy ebben a korban annyira nem volt jellemző ez a bérgyilkosok fogadása, meg ilyesmi, de hát akkor is. Most miért nem tudok itt? Ja? Mindegy, várunk még, mert már csak egy körig bírja veszteségek nélkül. Akkor nem kell belemennem fölösleges csatározásokba. Ha nagyon klasszikus Total War-t kapunk, olyan értelemben, hogy ha nagyon jól mozogsz a hadjárati térképen, akkor minimálisra tudod csökkenteni a valós idejű csatáknak a számát. 6-96. Hát ez nem, ez még elfogadható. Minusz 20 action cost of agents. Jó. Jó, itt megint megpróbálkozott az ügynökömmel. Néha bele tudok úgy csavarodni ebbe a térképforgatásba, hogy hihetetlen, ott egy ellenséges sereg. Ez mit keres ott? Egy ellenséges terület, 2-3. Ugye itt azt próbálom felmérni, hogy tényleg mi, meddig. Aha, ez már nem ellenséges. Csak unfriendly, de ez növekszik. A kereskedelmi egyezményekkel rendkívül jól lehet ezt szabályozni. Hát ez a terület kimaradt. Nem akarok vakfoltokat, ha majd itt háború lesz, hogy már menjünk vissza a kémünkkel. És akkor nézzük meg, hogy most milyen feltételeket adna az ostromra. Most fele-felét adna. Nem érdemes megkockáztatni, mert ugye itt már nincsen nekik élelmük. De azért így nyomok egy quick save-et, hogy véletlenül se fagyjon ki. Nézzünk egy scout terrain-t. Aha. Hát ez egy eléggé macerás ostrom lenne elsőre. Főleg a két ez az elárasztott rész miatt, hát úgymond ez egy folyótorkolat, mégis kibővítve, tehát ez már szerintem mesterségesen kibővített folyótorkolat vizes árok átalakítva, és ebbe a torkolatba húztak, vagy lehet, hogy ez egy eleve egy ciklaképződmény, és ugye az kerülte ki a folyó elágazással, és akkor ezt használták ki. Jó, várunk még egy pár kört, és lehet, hogy megnézzük a térképet. Az az igazság, hogy a görög korban a kiéheztetés volt az egyik legkifizetődőbb taktika. Hát, ha olvastok beszámolókat még az ókori Róma, meg hát ugye Hellász harcairól, akkor voltak bizony olyan csaták, amik ugye több évig tartottak. Na most ugye itt nem tudunk konkrétan, nem tudunk idő intervallumot meghatározni. Itt már lassan a miénk a csata, már csak 5 körig bírják, úgyhogy még egy körig éheztessük őket. Ígérem, hogy megnézzük a csatát is. Jó, menjünk vissza a kémünkre. Hát csak azért is meg akarom nézni a csatát, hogy hogy néz ki ez az erő, mert kíváncsi váltat. Na, szóval visszatér, hát ott van Syracuse-a ostroma, ha jól emlékszem, ott is évekig húzódott. Meg hát többszöri ostrom, meg ott is ugye ezek a mindenféle hadigépeket vetettek be. Ugye ez a nagy görög tudós, van fizikus, Archimedes talán, aki vezette ott az ostromot, vagy hát a védelmet. Ja, szóval itt ugye így se tudjuk, hogy mennyi kör van a játékban, legalábbis én nem fogom szerintem elvinni a játék végéig, mert vagy előbb elérem ami tényleg a saját célom a játékban, és abba hagyom a játékot, vagy hát tényleg unalmassá válik, és akkor én mindig abba szoktam hagyni. Én nagyon ritkán vittem ki, vagy vittem végig teljes térképfoglalásra a távolokat. Egyrészt azért, mert ugye unalmassá válik, és az csak ilyen óvodásoknak, meg a dedósoknak a mániája, szerintem, meg az ilyen, meg nem is tudom, tehát hogy amikor már ismered annyira a játékot, hogy pontosan látod, hogy tulajdonképpen,
Szóval, amikor már látod, hogy ez már csak egy gőzhenger, mint ahogy a Victoria 2-ben is volt annak idején. Szóval, hogy... Oké, most akkor mentsünk még egyszer, és akkor nézzük meg. Jó, tehát ezt a gondolatmenetet még lefolytatom. Tehát amikor látod azt, hogy... Hogy már semmi... nem is az, hogy öröm, hanem... Tehát, hogy... Már csak gördíted magad előtt a hadigépezetre, tehát újabb seregeket állítasz. Végtelen, akkora hatalmad van, mivel teljesen vagy asszimiláltad, illetve pacifizáltad a meghódított tartományaidat. Kulturálisan, tehát tényleg asszimiláltad, vallásilag, mindenféle tekintetben szerves része a birodalmadnak, vagy az országodnak, vagy a királyságodnak az adott meghódított területek, és a legerősebb frakció vagy azon a földabroszon, amin éppen a játék játszódik, akkor bizony elérsz arra a pontra, ahol már ez a végtelen agresszió nem fog örömet okozni. És pont ez az, ami miatt én nem játszom soha teljes hódításra ki a totálvorokat, mert egyszerűen engem az agresszió amúgy sem. Tehát nekem az, hogy támadjak, az amúgy sem okoz akkora örömöt, még játékban sem. Tehát én általában el szoktam mondani, hogy a Total War játékokban is mindig a saját frakciómnak az érdekeit védem meg. Tehát ezeket, akiket most támadok, ezeket se én támadtam meg, hanem ők üzentek hadat nekem. Tehát ez egy jogos védelmi helyzet, ők agresszióval támadták több városomat, így most mivel fenyegetést jelentenek folyamatosan, ezért meg kell, hogy semmisítsem őket. Na most, ugye ezért mondom azt, hogy ez igazából ez is agresszió, de ez nem az a fajtája, hogy csak a hódítás vágya miatt ok nélkül, tehát végülis a hódítás maga az ok, de mondom, én indokolatlan agressziót soha nem fogok folytatni egyetlen játékban sem, ha csak nem ilyen szerepjátékos dolgok követelik meg tőlem ezt. És ezért van az, hogy általában mindig a politikai vákumokra ütök, tehát ahol bizonytalanságot tapasztalok, illetve úgy érzem, hogy egy adott frakciónak a lépései meg a betöltött szerepe a diplomáciában veszélyt jelent rám, akkor esetleg bele tudok menni agresszív lépésekbe, de amúgy nem. Tehát nagyjából ennyit szerettem volna erről. Továbbra se lehet kapcsolni a zászlókat. Én ezt nem vagyok képes ésszel feldolgozni. Tudom, sokszor mondtam már, de nem. Higgyétek el, hogy nem tudom feldolgozni. Valahogy pedig muszáj lesz. Jó. Hát ez egy nagy fos. Hát a térkép az szép, tehát lenne, ugye? Ezt is elmondtam már számtalanszor, hogy gyönyörű, szép térképek lennének, ha nem kéne állandóan ezt a kurva K-betűt nyomkodni. Mert így szép, csak így meg nincsen hát. Ugye itt jöhetnének be a shortcutok, de itt a shortcutokkal semmire nem mész. Mert amúgy is értelmetlen shortcutokat alkalmaznak szerintem. Nem is néz ki rosszul ez a faltörőkos. Bár az, hogy mindig egyforma, legalább ebbe vihettek volna valami kis randomizáltságot, nem? De tök jó, hogy figyelnek arra, nézzétek meg, hogy... Arra figyelnek, hogy a katonák randomizáltak legyenek, de a faltörőkos az mindig ugyanolyan. Nem tudom, ez feltűn már nektek. Ez a legnagyobb fasság egyébként, tehát... Ha már csinálok egy játékot, akkor csináljon már meg rendesen, nem? De úgy látszik, a célja erre se hajlandó figyelni már. Hát ez csak azért mondom, ez a csata, hogyha bukó is lesz, majd visszatöltöm magamnak, mert csak azért jöttem be ebbe a csatába, hogy megnézzem, hogy milyen térkép. Na nézzük meg például azt, hogy a távolsági egységek innen mondjuk kifejtik-e a hatásukat. Aha. Majd azokkal a nagy pöhöm baszott óriásokkal fogok operálni ott a csatában. Így ide behozom a parittyásokat, azok leketik az ellenséget. Az összes kardost ide behozom.
aztán majd befutunk, hogy valamit csinálni. Mennek a faltörők kosuk? Szép, egyébként szép. Szép ez a csatatérkép. Úgy látom, hogy ott is van egy kapu, úgyhogy onnan is támadhattam volna. Le van szarva. Ugye klasszikus ostrom. Az elején nem csinál semmit, utána meg 5 perc alatt le fog futni, majd figyeljétek meg. Itt megint a módszeresség lesz majd a kulcs. Az a kérdés, hogy lövik egyáltalán a... faltörőkost. Your warriors are losing heart. Hozhatjuk a többi egységünket is. Azon a falon, hogyha bemegyünk, ott már nem fog tudni ellenállni senki. Nyitva van ez a kapu már. Ez mit? Ja, hogy itt mindenkit lelövöldöztek, mi? Az azért konkrét, nem? Your warriors are attacking the gates. The enemy gates have been destroyed. Jó, azért ez így elég jól működik akkor. Rosszabbra számítottam. Tehát azért... kifejtik a hatásukat bőségesen ezek. Igaz, hogy itt mindenki eltolódott, ahogy látom. Meg azt a falat nem véd senki. És ez nyitva is van, úgyhogy irány befelé. Nagyjából ennyi. You have captured the gates. Ugye ezekkel letetetjük a faltörőkost, mert már nem kell. És ahogy eltolódnak, ezeket is lelövöldözték. Ez jó meg van csinálva, ez tetszik. És még szerintem van hátul egység, nem? Van hátul. Jó. Ez tetszik, ez jó. Ja, és a semmiből előkerülő létrákat még el is felejtettem. Tehát ez működik. Az ostrom ez nem változott semmit, ha nem pörgetem föl, akkor egy olyan 20-25 perc. Így talán lesz, mit tudom én. Nem tudom, most már nyitva is van, de ezek egy rámegyünk a falra. Ezek nem tudnak falat mászni, nem mi? Persze, az én telefonom is ilyen kocsörök. Elnézést, egy pillanat. Na tehát, tisztára olyan már, mint egy live ez a videó, de semmi gond. Szerintem túlságosan komolyan nem kell venni ezt a játékot, még mindig azt mondom. Egy klasszik, sima Total War, aztán ennyi. Aki ebből többet lát, vagy ebbe többet belelát, az szerintem életében se játszott a távolra. Mert ebben nincsen több. Ezt még el is veszíthetem amúgy. Foglaljuk már el. Most azon filózok, hogy Odysseus hol a kurva anyjában van. Ja ott. Már bocsánat. Igen, itt a végén a hősök, a hősöknek a képességei még feltartják. Na ugye ilyenkor kell autócsatát játszani, hogyha nincs időd, meg türelmed ezekhez a csatákhoz. Akkor... például... ja... ugye itt még a hős képességek miatt tartják magukat, de meddig ugye?
Na, végre ki tudom adni ezt a... Nem tudom, hogy ez milyen parancs. De ennyi. Na, húzzatok, bolondok! Persze megint feltettem a fülest, ami eddig nem volt a fejemen. Tiszta élőadásba mentem át. Hát sajnos ezért is jobb, hogyha élőadásokat próbálok megcsinálni, csak hát ugye ma nem is tudtam volna élőadásokat összehozni, mert nem volt net se. Szóval azért csinálom ezt a videót. Egy érdekes dolgok ezek, nem? És akkor szépen megvárjátok, míg lepörög az óra, mert ugye ellenállás már nincsen. Vagy hogyha van is, akkor az elfutott a francba. Na és akkor felpörgetve kaptunk 38 perces csatát. Egy várostromba. Az még azt mondom a tűrhető kategória. De hogy ezt meg leül végigülni, hát nem tudom. Ki hogy van vele, szerintem az ostromok nem fejlődtek annyit, amennyit kellett volna az idők során. De ezt lehet, hogy csak én gondolom így. Na és akkor Odi bácsi, ugye, ismét sikerült a kiiktatni a hátában rejtőző veszélyt, mert ugye most már csak úgymond egyfrontos háborút kell vívnunk. Odysseus nem tud vazallusává tenni senkit, én ezt most így nem kommentálnám, okupáljunk. Nem annektálunk, hanem okupálunk. Nem tudom, mi a különbség a kettő között, van pedig, csak most hirtelen nem ugrik be. Ugye mivel elfoglaltam a várost, ezért... mi ez? Plusz 10 aura. Jó, ez nem is rossz. Igaz, hogy az IAS mi volt emiatt, ez szinte használhatatlan, de... le van szarva. Faction destroyed. Okay, és így meg is vagyunk. Csak szokásos Ctrl-A, Ctrl-M, ami még működik, hál' Isten. Összevonjuk a... megmaradt egységeket, ugye Odysseusnak átadunk párat. Mit tudom én, olyanok, ami azért jobb egységek. Ugye itt az a legnagyobb probléma, hogy nincsenek jó egységeink. És a jó egységekért vissza kell mennünk majd Ithakába. Ez itt... most ezt... na várjatok, ez mi a tököm? Itt csak egy citadella van. Hogy... mi nem? Várjátok, ez itt most mi? Azért, mert ez ilyen safe haven lett. Hát hogyha... ezt most nem értem. Na mindegy, majd akkor ennek még utána járok. Tehát ugye ebből a városból ezt a safe haven csináltuk. De most elfoglaltuk, és nem adja vissza a várospanelt, hanem a safe haven-ön maradt. Holott azt írta ugye, hogy a safe haven removed. Igaz? Itt van. Jó, lehet, hogy ez körökig tart, vagy nem láttam csak a kiírást. Jó, és akkor az van, hogy nem is Odysseusnak kellett volna... de... nem. Rosszul csináltam, baszki. Mert ő Odysseus. Ó, baszki. Jó, tehát akkor ez Odysseus. Úgy látom, hogy a speciális egységem az ment is a levesbe sajnos. Hát igen, ezt a csatát ezt egyébként nem így kellett volnám lejátszani, mint ahogy itt megtörtént, csak... és megint elbasztam, vagy mit baszok el? Ja nem, most jó volt, nem? Ez Odysseus. Az is egy kicsit furcsa, hogy ha megnézitek, ha csak a sisak alapján tudod beazonosítani. Mert ez a 3D-s kép, ez egész más, mint amit itt látsz. Vagy csak a szemét nézd meg. Teljesen más. Ez a karakter nem is hasonlít erre. Ez még úgy istenes. Ez még azt mondom istenes. Tehát ezt már megszokhattuk. Főleg a ROM 2-ben volt nagyon rosszul megoldva ez. Aki emlékszik rá. Ja nem. Jó, okay. Jó, hát itt fejezném be. Mert szerintem ez itt bőven jó.
kiindulási alapnak. Most már azért elég szépen fejlődünk. Még mondom még annyi, hogy majd ezt a területet megpróbálom itt gyorsan behúzni. Ők is ugye hadüzenettel jöttek ellenem, és északról ők az utolsó fenyegetés. A többi Akhály frakciót megpróbálom diplomáciával a magam oldalára állítani, aztán ennyi lesz. Ott összehúz, aztán megyünk, átvágunk itt. Talán elfoglalom majd itt ezeket a szigeteket. Ez lesz az első cél. Meglátom, majd ide küldök egy kémet, és megnézem, hogy Trója mit csinál. És akkor úgy fogok majd terjeszkedni. Vagy hát lépegetni, ilyen békaugrásszerűen, mert itt azért eléggé nagy városok vannak. Tehát a legkisebb szigeteken is lehet város. Nézzétek meg, hogy itt ezek mind, majdnem minden sziget, egy ilyen pöcsköszörű szigeten is vannak városok. Tehát ez itt egy fontos régió. Aki ezt uralja, azonnal majd sokkal nagyobb, vagy sokkal biztonságosabb alapja lesz arra, hogy átmenjen Trójába. Vagyis hát Kis-Ázsiába. Na, ez lesz a következő videómnak remélhetőleg a témája. Abba is megpróbálok majd egy játékmenetet szőni, meg egy kis történetmesélést, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Na hát akkor nem sokára jövök a következő videóval. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!